Menjünk a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Mert olyan nagy jövés, menés volt körülöttük, hogy még evése sem maradt idejük. Bákába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek, de sokan látták, amikor elmentek, és sokan meg is tudták. Erre minden városba gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztorok, víhok, ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása. Hát, kedveseim, ezt röviden csak úgy tudom összefoglalni, hogy hatalmas. Egyrésztről pech, másrésztről kegyelem, és fantasztikus az időzítés is, mint mindig. Nagyon szeretem az egyháznak ezt az aktualitását. Mindig azokat a szentírási szövegeket adja elénk, amelyek valami miatt a legfontosabbak, a legadekvátabbak, a legnapra készebbek. Most, amikor a szabadságos hónapnak hova tovább a közepe fele járunk, amikor sokan elmennek pihenni, jól megérdemelt éves munkájuk utáni töltekezés napjait, heteit töltik, akkor adja elénk az egyház Jézusnak ezt a tanítását. Ugye az apostolok is elfáradtak, az apostolok is kimerültek voltak, mert akkor a jövés, menés volt körülöttük, értsd, annyi teendő, hogy még evése sem maradt idejük. Pedig az étkezés az egy alap szükséglet. Ezzel azt akarja a Szentírás mondani, hogy a tevékenység, a szolgálat és a munka fölülírta az apostolok alap szükségleteit. Fölírta a pihenés óráit, az alvás szükségleteit, fölírta a társadalmi érintkezés, fölírta a közösség ápolás szükségleteit, és még sok minden mást. Akkora volt a jövés-menés, és annyi volt a tevékenység, hogy még evése sem maradt idejük, nemhogy alvása, pihenése, töltekezése. És elérkezik az a pont az apostolok életében úgy szintén, mint Jézusében, amikor ki kell szakadniuk a mókuskerékből, a napi rutinból, amikor ki kell szakadniuk az állandó tesz-vesz cselekvési rendből, és egy magányos helyre el kellett menniük pihenni. Idáig a szükségletek, legalábbis az egyik oldalról. De van egy másik szereplője, van egy másik csoport, van egy másik halmaz ebben az evangéliumban. És a másik halmaznak is, a másik csoportnak, a másik szereplői körnek is megvan a maguk szükséglete. Ez a másik csoport és a másik szereplői kör nem más, mint a városban lakók, akik megsejtették, hogy Jézus menekülőre fogja. Akik megsejtették, hogy hova vonul vissza. És mert nekik is vannak szükségleteik, ezért nyomukba erednek, ezért utánuk mennek, mi több, meg is előzik őket. Bocsánat a kifejezésért, nem szoktam így beszélni, de képzeljétek el azt a pofára esést, amikor az apostolok megérkeznek A pontból B-be, hogy ott nyugalom legyen, és várja őket egy szakajtó tömeg. Egy raklapra való ember. Mondhatnám azt is, hogy egy busznyi ember. Tehát csak nem azért mentek oda, hogy tovább dolgozzanak, amikor amúgy is kimerültek. Ők nem azért mentek oda, hogy tovább szolgáljanak, amikor maguk is töltekezni akartak. És erre föl pech, vagy kegyelem, mert az éhes embernek enni kell adni, a szomjasnak inni kell adni, és a spirituális szükségletet szenvedő embernek a tankjait fel kell tölteni. És azt hiszem, hogy ennek a két érdeknek az ütközésére
igazából véve nincs megoldás. Abszolút látom és érzékelem az apostolok szükségleteit, és abszolút átérzem és megélem a városlakók és a pusztában lakó népek igényeit, akik itták Jézus szavait, akiknek szeme ette Jézus csodáit, és akiknek szükségük volt a spirituális gyógyuláshoz, a lelki töltekezéshez és az erőforráshoz, ahhoz és arra, hogy Jézussal vagy az apostolokkal találkozzanak. És ennek a tömegnek a szükségletei úgy tűnik, hogy felülírják az apostolok igényeit. Úgy tűnik, hogy ennek a szükségleteit fontosabbak az apostolok igényeinél. Mert hogy olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, Jézusnak megesett rajtuk a szíve, és dacára a fáradtságra, dacára a kimerültségnek, bocsánat, ismételten a kijelentését, nem hagyta faképnél őket, nem zavarta széjjel őket, és nem küldte haza őket, hanem tette a dolgát, elkezdte tanítani a népet. Azt hiszem, hogy ennek a konfliktusnak nincs feloldása, nincs feloldhatósága. Azt hiszem, hogy ennek a konfliktusnak, ennek az ellenmondásnak egyetlen egy nyugvópontja van, nevezetesen az, amikor hagyja magát az ember Isten szent lelke által vezettetni. Ezt azért érzem fontosnak, ezt a kijelentést, mert Isten szent lelke saját törvényeit írja az ember szívébe, és sajátságos úton fogja az embert vezetni, amelyik soha, de soha nem azonos a mi prekoncepciónkkal, vagy az előre adott elképzelésünkkel. Ez így volt az apostolok esetében is. Az ő koncepciójuk a pihenés volt, amit a Szentlélek felülírt. Ugyan már honnan máshonnan tudta meg a tömeg, hogy az apostolok hova fognak menni, hogyha nem egy belső iránytű vezérelte őket a galileai tenger túlsó partjára. Ugyan már honnan máshonnan, ha nem ez a belső iránytű mondta meg a tömegnek, hogy az apostolok a bárkával együtt hol szállnak majd partra, vagy hova vonul vissza Jézus a pusztában. Ez a belső iránytű, amelyik ott dolgozott az emberek szívébe, lelkébe, amelyik indította a lábukat, amelyik nyitottá tette a szívüket, amelyik értővé tette a fülüket, amely csodákra nyitotta meg a szemüket. Nos, ez a belső iránytű volt az, amelyik útra is indította őket, és az a belső iránytű, és a Szentlélek adta meg a kellő pillanatban úgy Jézusnak, mint az apostoloknak az erőt és a bölcsességet, a hatalmat, a tanítást és az igazság igényének szolgálatát, dacára a fáradtságnak. Ez a belső iránytű képes arra, hogy felülírja az ember szükségleteit. És még egy apróság, de fontos, hogy a tömeg szükséglete az mindig felülírja az egyén szükségleteit. Így olvastuk a mai szentírási szövegben. Jézus és a 12 kevesebben volt, mint a tömeg. Jézus és az apostolok szükségletei eltörpültek a tömeg igényei szerint, igényeihez mértem, akik olyan nagy tömeget képviseltek, és akiken megesett Jézus szíve, mert pásztor nélküli juhokként fáradtak és kimerültek, éhesek és szomjasak, értsd, lelki és szellemi javakra éhezők voltak. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre, olvastuk a Szentírásban. Azt gondolom, amióta a Szentírást leírták, semmit nem helyeztek hatályon kívül, semmit nem helyeztek érvénytelenítés alá, minden változatlan érvényben van tehát ez is. És ezt azért érzem fontosnak, mert most, amikor szabadságra mész, vagy mentél, vagy jöttél, könnyen lehet, hogy téged is traktálni fog a fiad, lányod, menyed, vejed, unokád, nyakadba szakad a fél család, esetleg messziről jönnek látogatók hozzád, és helytállsz. Pedig a belső igényed nem ez volna, nem az volna, hogy az unokádat pertraktáld, vagy a menyed lányod, fiad vejet helyett főz most, takarítsál, és gyümölcsöt főzzél be, és lekvát készíts, mert ő nem ér rá,
hanem a te belső igényed ugyancsak a pihenés és a töltekezés volna. De a nagy család igényei és szükségletei felülírják a tiédet egy időre, egy órára. De aztán ne felejtsd el, létezik a 10 parancsolatban egy ötödik, amelyik nem csak arról szól, hogy a másikat tilos megölni, hanem arról is, hogy a saját magad életét, szépségét és egészségét is köteles vagy védeni. Így mondtam ezt már tavaly, és mondom újra, aki nem megy el pihenni, aki nem megy szabadságra, az az ötödik parancsolat ellen súlyosan vétkezik.